Sziasztok, Gyimesi Kriszta vagyok. Elképesztően meleg van. A kocsiba, amikor beültem, akkor 45 fokot mutatott a hőmérő. Nyilván a levegő nem ilyen meleg, de a fém, a körülöttünk lévő tárgyak nagyon-nagyon fel tudnak forrosodni. Így van ez a testeddel is. Ezért nagyon vigyázni kell ebben a melegben, főleg azoknak, akik pitta, azaz tűz típusúak az ajurvéda szerint. De a többi típusnak is nagyon ajánlott ilyenkor a hűtő jellegű technikáknak a végzése. Amit tehetsz magadért, hogy iszol hibiszkusz, citromfű, mentateát. A nagyon hideg folyadékot, ezt már biztosan sokat hallottad, az célszerű kerülni, mert csak leforrázod a belső részeidet. Egy hideg lábfürdő például, vagy akár a csuklódnak a hűtése a hideg víz alatt már nagyon sokat tud segíteni. Én ennyivel viszont nem elégszem meg, általában beszoktam állni a zuhany alá, és a lehető leghidegebb vizet folyatom magamra, amíg lehűlik a testem. Nyilván próbálok nem pazarolni a vízzel, tehát hogy ésszel folyatom a mennyiséget, de azért lehetőség szerint jól le kell hűlni. Az autóban szoktam még annyit csinálni, hogy viszek magammal egy nedves ruhát, és akkor azzal egy picit törölgetem magam, és akkor a menetszéllel, ahogy bejön az ablakon, az egy picit elkezd hűteni. Amit jogával csinálni tudsz, ezek az előrehajló gyakorlatok, a hátrahajlás az fűt, az semmiképpen nem javaslom ilyenkor, tehát maradj az előrehajlásoknál, és az ilyen csendes, nyugodt pózókba el lehet tölteni egy kis időt, erőteljesebb sportolás az nem annyira javasolt. A pránajámák tárházából pedig a szitari és a szitkari légzések, ez nagyon-nagyon egyszerű légzés, a technikának a lényege az, hogy a nyelveddel variálsz egy picit a szádban, azon keresztül lélegzel be. Kisebb lesz a terület, ahol be tud áramlani a levegő, ezért a fizika törvényei szerint ez hűvösebb lesz, és elkezd téged lehűteni. Az egyik az az, amikor a fogaidon keresztül lélegzel be, tehát a fogaidon keresztül, a szádon át belélegzel, és az orrodon keresztül lélegzed ki a meleg levegőt, próbáld ki, már érzed is, hogy egyből elkezd hűteni. A másik pedig, amikor egy U alakot formálsz a nyelvedből. Ez nem mindenkinek szokott sikerülni, egyébként eleinte nekem sem ment, most már egészen jó, de majd most itt látom a képernyőn, hogy jól csinálom-e. Jó, tehát itt pedig az U alakú nyelveden keresztül szívod be a levegőt. Hát nem képernyőbarát egyik légzés sem, de nem az a lényeg, hogy szépek legyünk, hanem az, hogy használjon. Úgyhogy hűsd magad, vigyázz, hogy ne melegedjél túl. Szia!